Eszek egy kis korhat deszkát. Ilyen jó kis korhat szétázott, szétrohadt deszkát. Ez egykoron ilyen deszkadarabot. Tej van vitamin. Hozzájuk kis bor? Bor. Szevasztok, nagyba, big fickét. Piek, de sziz big fickét, piek. Big fickét, piek, úgy viszont. Megy a csölvétel, hogy bizony, de mit tudom én, flagú. Nagyba, ú. Meg hozzá jó kis mehegy. Megy magostú. De. Az ebédnek a sülénrágú, hogy nagyba, tegnap is vasárnap, nevebe, magostú, mag is tejban vitamina, olyan gyomrom van, bad meg, hogy a mag szétolvad a mögymag, de azt hisz mögymag a gyomrom van, nevebe. Találkoztam tegnap három fiatal. Félig meddig így részeg volt, te? Részeg. Őt. Elkezdtem így enni egy ilyen poharat. Ugye nem az egészet ettem meg, csak így pár ízét. Az egyik gyerek föl is vette, de megmondtam neki, hogy ne tegye föl a frúcsúbra úgy. Megígérte, hogy nem teszi föl, meg mit tudom én. De nagyon érdeklődtek egyébként, hogy vagy az asszottal, mert ugyebár az egyik rá is kérdezett, hogy az egyik gyerek, hogy hát olyan nyugalmi állapot van most Möster azt mondja, hogy hát, biztos vagyok én abba, hogy ki fog törni a harmadik világháború. Ja. Nagyba, ú, ez többen már tegnap én megadtam neked a választ, de. Na, az az egésznek a lényege, elmondom neked, Petikém, hogy azt hiszem, hogy Péternek hittak, mondjuk elég részeg voltam, de a nevedre emlékszel, egy ilyen magas fickó vagy. Tisztelt Petya, tegnap is megadta a választ, de akkor megadom több százezer nagy nézőmnek a cválaszt. Meg egyben úgyibár neked már cválasz útam, de viszont azoknak is megadom a cválaszt, akik kérdezték ezt Csrivádba, meg nagyon sok, hogy valóban 2018-ban bazd meg Bartos, ki fog törni? Egyet mondok erre. Ki fog törni a harmadik világháború? És nem az lesz az utolsó. És? De tőle. Legjobb bartosista válasz erre, és mindenki gondolkodjék el, ti hülye birkák, bazd meg. Olyan hülyék vagytok, bazd meg, mint a lottyat, faszom. De. Gyakorlatilag egy békát beletesznek a forró vízbe. Mit csinál a béka, bazd meg? Kiugrik. Csulogika. Das ist csulogike? Csulogike. Tehát a béka kiugrik. Viszont a fokozatosan van, szépen fokozatosan fő van melegítve a béka, bazd meg, akkor meg tudjuk főzni a békát, bazd meg. Értsük? Tehát gyakorlatilag ez nem úgy fog működni 2018-ban, még most mi úgy érezzük, pláne tík, mondjuk akik mentek a Volt, das ist Scholt, Volt Fesztiválra, bazd meg az F-hotra, ugye? Ti nem éreztek ebből semmit, mert buli-buli hátámban, stb. Meg olyan ember se érez ebből semmit, bazd meg, aki mit tudom én, el van mind a fasz.
Én is dolgozó ember vagyok, bazd meg. De gondolkodjok már. Tudj mit? Minden a fű alatt megy, de közben az órunk előtt. Természetesen nem fogják bejelenteni, hogy hét-e paraszt. Harmadik világháború hónap után el fog kezdődni. 2018. március 29-én szerdán 18 óra 7 órakor ledobjuk a csatombombát Budapestre. Hoppá. Tehát ilyen nem fogják ezben a második világháború vagy az első világháborút bemondták nagy hangosba? Nem. Lerohanták bazd meg Romániát. Egy nap alatt a németek egy éjszaka alatt. 80 ezer románt, utána másnap, meg 100 millió lengyelt bazd meg kiirtottak. Miről beszélünk? Nem fogják a hangorba. Az előkészületek évek óta, mint ahogy pofázom már régóta, az előkészületek bazd meg, már nagyon régóta, már folyamatban vannak, bazd meg. Szemünk ne csak arra legyen, bazd meg, hogy ezt lássuk, ami itt van a kezem, vagy mit, hogy csak a kezemet lássuk, bazd meg. Lássunk a kezem mögé is. Értsük? Nem csak ezt látom, ahogy ide tettem a kezemet, ezt is látom, bazd meg, ami itt van. Tehát a fal mögé is lássunk. A legtöbb ember az hülyen. És csak azt lássa, ami mit tudom én, itt ez a fal, vagy itt ez a szekrény, de én a szekrény mögé is belátok, bazd meg, értsük? Tehát az egésznek a lényege, természetesen, mert azt mondják, hogy biztos, hogy 2018-ban lett? De, igen, úgy bizony, de. 2018-ban. Látni kell, bazd meg. Nem csak nézni, hanem látni is. Ennyi. Ennyi az egész. És ezt tartom is. Bartocsi István 2017. júniusi 4. rész. Gondolatai. Ma pedig egyébként rohadt büszke vagyok magamra, bazd meg. Vertem már a kezemet. Mit tudom én? Akaraterő az egész. Máma 16 szál cigarettát szítam. Csak ez 16-ot. Kész, vége, ennyi. Szombaton konténerrakodás közben, amikor raktam nagybaú az építkezési hulladékkal a konténer, majdnem kiköptem a tüdőm, minden egyes nap, bazd meg, hajnalban arra ébredek föl, hogy megfulladok, bazd meg, úgy kahácsulok. Vége, akaratcserővel. Nem mondok lerula, de lecsökkentettem a cigit, bazd meg. Nem akarok megfulladni. Érzem, hogy ki van a tüdejem, sztoly. Napi 15-20-nál többet semmi szín alatt. Na, tehát lesz csirákháború. De, üzenem mindenkinek, bazd meg. Így bizony, Dáú. Másik nagyon fontos log így a végére, na leve. Jó kis bohor, bohor. Hogy? Ez egy hónapban egyszer előfordul, mi a csáborral, a csőszerkesztőmmel együtt nagyon a kétlábú patkányokat nagyon szeretjük, szeressük nagyon. Megengedtük, hogy egy kicsit szórakázzanak a Bartos szent csoldalán, hogy kélhessék magukat, mint a homokozó babaz meg, a kis szaros, kis hülye porbafingó tacskó, kis hülye kölkek bazd meg. Egyetlen egy csom, tehát hogy megengedtük, mondtam a csábónak, hogy engedjük már meg ezeknek a kis hülye kis csíra patkányoknak, ezeknek a verébb csicskáknak. Ha csommentüljenek, éljék ki magukat egyszer, bazd meg. Úgyis olyan sivár az életük, ilyen semmitérő életük van, bazd meg. És megengedtük, utána természetesen a megjelentések letiltva, egyetlen egy kommentet nem olvastunk el, bazd meg, semmit. Csak adtunk egy kis a patkányoknak egy kis játszóteret, bazd meg. Ennyi. Tá. Mert mi is néha szeressük, hogy a patkányoknak kell egy kis
felület, ahon ki tudják élni, ahol egy kicsit növeszteni tudják az egymilliméteres faszokat. De mi nem fogunk, értsük, nem fogunk csommenteket olvasni. Nektek ez egy ajándék volt, de menjünk. Elköszönés helyett minek köszöngessek, bazd meg, az is egy fölösleges dolog. De. Most annak érzem, lehet, hogy hónapban nem, de most minek köszönjek.